Rengeteg kitartás, küzdelem és akarat jellemző a nyíregyházi Kissolymok jégkorong csapatát, hiszen jégpálya hiánya miatt nem sok lehetőségük volt az elmúlt években olyan mennyiségű és minőségű edzésekhez, mint amennyire és amilyenhez szükség lenne ehhez a sportághoz. Az egyesület kori suliában 3 szakképzett edző segítségével, játékos feladatokkal sajátíthatják el a gyerekek a korcsolyázás alapjait. Akik a korcsolya tanulás után is szívesen maradnának a jég közelébe, számukra teljes felszerelést és versenyzési lehetőséget biztosít a klub. A 2018-as év már elindult, 3 korcsoportban versenyzünk U10-esekkel, U12-esekkel és U14-es gyerekekkel. Most sincs könnyű helyzetünk, hiszen az ország minden részén vannak versenyek, Szekszárd, Szombathely, Tatabánya és más városokba kell utazniuk a gyerekeknek. Reméljük, hogy a toborzásaink sikeresek lesznek, iskolákban, óvodákban toborozzuk a gyerekeket. Már egy kicsit a jövőre is gondolva, hiszen a Nyíregyházi Sportcentrum keretein belül is elindul egy jégkorong szakág, ahová szintén várjuk majd a gyerekeket. Magyarországon a jégkorong jelenleg az egyik legdinamikusabban fejlődő sportág, hatalmas szurkolótáborral és világviszonylatban is elismert jól szervezett utánpótlás képzéssel. Az elmúlt évek eredményeként rövidesen egy új és korszerű fedett jégpályán edzhetnek a szabolcsi Solymok következő mérkőzéseikre, tette hozzá Szabó Lajosné Éva. Szabványméretű pálya lesz, tehát nem csak a Magyar Jégkorong Szövetség, hanem a Nemzetközi Jégkorong Szövetség is elfogadja ezt a méretű pályát már. Igaz, hogy a pálya most jelen pillanatban csak fedett, de nem zárt pálya lesz. A későbbi terveinkben szerepel majd a pálya teljes zárt átétele, akkor már komoly nagy versenyekre is alkalmas lesz a pálya. Mint minden sportágban, így a jégkorongban is már 5-6 éves korban elkezdhető a sport alapjainak megismertetése. A Nyíregyházi Jégsport Egyesület folyamatosan várja a 6-10 év közötti kisfiú kislányok jelentkezését, akik kedvet éreznek ehhez a rendkívül látványos és egyre népszerű sporthoz.